A koronavírus járvány igen nehéz helyzetbe hozott számos ágazatot Magyarországon. Ez alól a mezőgazdasági vállalkozások sem kivételek, amik számos negatív gazdasági hatással kénytelenek szembenézni. A mezőgazdaságon belül, tehát ott a növénytermesztésben, ott talán annyira nem a koronavírus, ott inkább az aszály meg az időjárás az, ami nagyobb problémát okoz, mivel hogy azért kint a szántóföldeken zömében egymaga dolgozik a gazdálkodó, tehát ott ez akkora gondot nem okozott. Persze, hát mindenféle beszerzés, például vegyszerbeszerzésekben voltak félelmeik a termelőknek, hogy egyáltalán lesz-e vegyszer, akkor hirtelen berendeltek mindent, azért plusz költség. Tehát voltak zavarok ott is, de ezt azért próbálták ők rendezni. Állattenyésztésen belül, hát ott a sertéseseknél hallottunk elég sokszor, hogy azért nem úgy fogy a sertés, nem úgy viszik, export problémák, sőt, hát ez végül is visszatérve azért a gabonásoknál is, tehát a szántóföldön is probléma volt, a még bent lévő készletek értékesítése az gondot okozott. Tehát volt azért probléma bőven. Számukra nyújtanak segítséget azok a támogatások, amiket a kormány június végén hirdetett meg. Amint egy 25 milliárd forintos támogatásra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők, termelői szervezetek, az élelmiszerfeldolgozást végző vállalkozások, a dísznövénytermesztő vállalkozások, valamint a baromfi, illetve sertéstartó. A baromfi és sertés ágazat ott állatlétszám alapján lehet igényelni a támogatást. Egy viszonylag összetett számítási metodika alapján végül is az elektronikus felület, ahol be kell adni a támogatási kérelmet, ott mindenkinek kiszámolja, hogy mennyi járhat neki ezzel a támogatással. Az élelmiszeripari feldolgozást végzőknél ott a foglalkoztatotti létszámot nézi a rendelet, amennyi a foglalkoztatott, ahhoz arányosítva legfeljebb 125 ezer forint lehet minden főre vetítve. Természetesen itt is nézik azt, hogy az adott tevékenysége, a támogatható tevékenysége az árbevételből milyen arányban szerepel. Emellett a kertészeténél ott el kell mondani azt, hogy ez főként, ha egyszerűsítve akarjuk mondani, a dísznövénytermesztőkre vonatkozik ez a mostani ciklusban. Segítséget igényelhetnek még a hallgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások és a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők is. Ők egyszeri bruttó 500 ezer forintot kaphatnak dolgozónként. A támogatás odaítélésénél több tényezőt vesznek figyelembe. Minden cégnél megnézik azt, hogy ő ebből mennyit kapott, és mennyit igényel, mennyi támogatást. Van egy felső keretösszeg, amit ráadásul kapcsolt vállalkozásokra is kiterjesztenek. Tehát, hogyha egy cégnek összetettebb a tulajdonosi szerkezete, kapcsolt vállalkozásai is vannak, akkor összességében nézik az ő támogatásaikat. Összességében is nézik, és azért van az, hogy minden tételnél az van írva a jogszabályban, hogy legfeljebb ennyi vagy annyi a támogatás összege, mert hogyha ezt túligénylik, akkor egy visszaosztás történik természetesen, tehát akkor csökken az egy alkalmazottra jutó támogatás. A háromszakaszos program következő részében a méhészek, az anyanyúh és az anyatehén tartók, a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a zöldségtermesztők nyújthatnak be támogatási kérelmet. Nekik erre július 27-ig van majd lehetőségük.